Az Atlanti-óceán közepén található Izland szigete egyszerre ad otthont Európa legnagyobb gleccserének és egyik legaktívabb vulkánjainak, valamint itt található kontinensünk talán leglátványosabb vízesései is. De vajon mitől olyan látványosak ezek a vízesések? Van ennek köze a hatalmas gleccserekhez és aktív vulkánokhoz? És egyáltalán hogyan, miért és mikor vált Izland egyszerre a tűz- és jégbirodalmává? 2024. novemberében ezekre a kérdésekre kerestük a választ, miközben körbejártuk a sziget déli és nyugati felének leghíresebb látnivalóit. Ezúttal két összekapcsolódó videó formájában kalauzolunk el titeket egy szigettúrára, és megmutatjuk, milyen geológus szemmel turistáskodni Izlandon. Tartsatok hát velünk a fagyos vulkánok földjére! Put your belongings in the overhead lockers or under your seat and fasten your seatbelt. Látjátok azt a két világító pontot a távolban? Na, ott éppen vulkánkitörés zajlik. Tavaly novemberben épp akkor érkeztünk Izlandra, amikor a reptértől alig 20 kilométerre kitört Izland számtalan vulkánjainak egyike. Fentről jól látható volt, hogy egy vonal mentén jutott a felszínre a magma, vagyis valamilyen hasadékot használt útvonalként, mielőtt a felszínre jutva lávaszökőkutakat és kanyargó lávafolyamokat formált volna. A helyi hatóságok hideg vízzel locsolták a lávát, és így sikerült is megakadályozniuk, hogy az elérje a közeli Grindavik városát és a híres Blue Lagoon. Maga a kitörés helyszíne érthető okokból le volt zárva, de így is elképesztő volt látni, hogy a forró láva fénye narancsosra festi a sötétedő égbolt. Szóval nem is indulhatott volna jobban az izlandi kirándulásunk. A saját szemünkkel láthattuk, ahogy a mai napig aktívan épül és formálódik a sziget. Izland aztán tényleg egy fiatal sziget, legalábbis geológiai szempontból, hiszen a legidősebb kőzetei is csak pár millió évesek, de a legfiatalabbjai még ki se hűltek és meg se szilárdultak. Amerre csak jártunk, vulkáni kúpokat és egymásra rétegzett lávafolyásokat láttunk, mutatva, hogy itt a vulkanizmus a fő felszínt alakító folyamat. Na meg persze a hideg égövi klíma. Az izlandi szigettúránk első két napjának célkeresztjében pontosan ezek a vulkáni képződmények álltak. Reykjavikből, Izland fővárosából indulva először északnyugatra tartottunk a Snæfellsnesi félsziget irányába. Ez sokszínűségének köszönhetően Izland egyik leglátogatottabb része, itt ugyanis aránylag kicsi területen belül szinte minden olyanra talált példát az ember, amit egy átlag turista Izlandhoz asszociál, legyen szó gleccserekről, tipikus vulkáni tájakról, hullámverte bazaltsziklákról, fekete homokos tengerpartról és persze kicsiny viking településekről. Az idefelé vezető útunk végig egy kopár vulkáni vonulat tövében haladt, melynek végében található a névadó Snæfellsnes-Jökull vulkán is. Ezt a Jökull szót érdemes megjegyezni, mert sokszor vissza fog még köszönni. Izlandi nyelven gleccsert jelent, és vulkánok esetében megmutatja, hogy a vulkánt állandó jelleggel jégtakaró fedi. Eredetileg azt hittem, hogy novemberben már biztosan mindenhol nagy hó lesz, és majd semmit sem láthatunk a kőzetekből, de tévedtem. A Snæfellsnesi félszigeten találkoztunk a legtöbb hóval, de itt is csak egy vékony hólepel fette a hegyoldalakat, ami igazából még jobban is kiemelte a különböző vulkáni rétegeket és lávafolyásokat. A végeredmény egy egészen holdbéli táj, ahol alig van bármi növényzet, és településeket is csak több 10 kilométer távolság után keresztez az ember, de akkor is csak néhány ház vagy egy-egy palm épült egymás mellé. Elképesztő lehet ezen a vidéken élni, minden pozitívumával és negatívumával együtt. Ezt a holdvéli hangulatot azért jelentősen oldja, ha éppen nem felhős az ég, mert ilyenkor a napsütés elképesztő meleg színeket tud bevinni a tájba. Novemberben ugyan minden nap fel kell a nap, de mivel Izland eléggé északon van, közel a sarkkörhöz, ezért egész nap nagyon alacsonyan marad a horizont felett, a fényviszonyokat tekintve pedig jóformán összefolyik a napkelte a napnyugtával. Így látogattuk meg a déli lilás égbolt alatt a Jitritunga partot, ahol egy kényelmes kis turistaösvényen lehet bejárni a fekete lávakőzetes és érdekes módon aranyhomokos tengerpart. Innen egyrészt remek kilátás nyílik a vulkáni vonulatokra és a távolban elterülő Snæfellsnes-Jökullra, másrészt, ha épp szerencséje van az embernek, még fókákkal is lehet itt találkozni. Mi csak a vízben úszkálva láttuk őket, de jobb időben a partra is szoktak feküdni napozni. A másik kedvenc megállunk a lemenő napfényében úszó Arnarstapi halászfalucskája volt. Itt olyan rettentő hideg szél fújt az óceán felől, hogy két merino felsőben és egy pehelykabátban is minden porcikánk remegett. De nem csak a szél, hanem az óceán is elképesztő erővel bír itt.
Nem is csoda, hogy a falu határában feltáruló bazaltorgonás tengerpart elképesztő ütemben hátrál az óceáni javára, miközben a több ezer éven át tartó hullámverés érdekes kőkapukat és sziklatornyokat alakított. Arnastapi után még kicsit autókáztunk a félszigeten, de hamarosan ránk sötétedett, így visszatértünk Reykjavikbe. Másnap még napkelte előtt kocsiba ültünk, és a fővárostól keletre és délkeletre eső aktív vulkáni területek felé vettük az irányt. Mielőtt belevágnánk az itteni látnivalókba, pillancsunk rá a sziget földrajzi helyzetére. Izland, Európa és Grönland között található félúton, magasan az Észak-Atlanti-óceán közepén, és mindkét irányból több ezer méter mélységű óceán választja el a kontinentális területektől. Az, hogy Izland mégis szigetként emelkedik az óceán szintje felé, több különleges geológiai folyamat egymásra bélyegződésének köszönhető. Ezek egyike, hogy Izland alatt fut végig az a több ezer kilométer hosszú víz alatti hegyvonulat, az úgynevezett óceán középi hátság, ami az egész Atlanti-óceánt félbevágja hosszában, az Antarktisztól egészen az északi sarkig. Ementén, a hátság mentén évente néhány centiméterrel távolodik egymástól az észak-amerikai és európai kőzetlemez, amivel egyidejűleg a föld mélyéből forró kőzetolvadék áramlik fel, és hozzátapad az óceáni ajzatlemezhez, vagy éppen kifolyik annak felszínére, mélytengeri lávafolyásokat és vulkáni vonulatokat alkot. Normál esetben a tenger alatti óceán középi hátságok épülése az óceánok mélyén zajlik, tehát rejtve marad az emberek szeme elől. Izland alatt azonban a szokásosnál is jóval erősebb a kőzetolvadékok feláramlása, ami így felboltozza maga felett az óceáni ajzatot, míg nem az Észak-Atlanti hátság egy része szigetként magasodik a tengerszint felé. Izland igazi különlegességét tehát az adja, hogy olyan geológiai jelenségeket észlelhetünk itt a felszínen, amik az óceánok képződéséhez kapcsolódó mélybeli folyamatokat tükrözik. Az egyik ilyen jelenség maga a lemezhatár, ami mentén távolodnak a kontinensek. Mi még napkelte előtt elértük a Thingvellir Nemzeti Parkot, ahol a köztudatban elterjedt információk szerint az észak-amerikai és európai lemezek távolodnak egymástól, de ez így nem teljesen pontos. Izlandnál ugyanis ketté ágazik az óceán középi hátság, és a két ága egyértelműen lehatárol egy kis lemezdarabot, egy úgynevezett mikrolemez. Thingvellir ezek közül a nyugati ág mentén található, vagyis a parkban igazából az észak-amerikai lemez és egy kis mikrolemez határát láthatjuk. De ez persze semmit sem változtat a lényegen. Bár maga a lemezhatár víz alatt van, de az ide látogatók így is a saját szemükkel láthatják, hogy milyen formakincs társul Földünk egyik legfontosabb lemezhatárához, oda lehet sétálni és meg lehet tapogatni azokat a bazaltos összetételű kőzeteket, amelyekhez hasonló kőzetek az óceáni ajzatot is alkotják, és besétálhatunk azokba a függőleges falu tektonikus hasadékokba, amelyek sokszor utat nyitnak a Föld mélye felől feltörő és felszín felé igyekvő magmáknak. Persze, mindezt jobb lett volna világosban látni, de hát ez a hátulütője a novemberi izlandi utazásnak. A park után keresztül autóztunk a lemezhatáron, és egy tipikus vulkáni tájon folytattuk az utunkat. A lemezhatár közelsége miatt a vulkáni kőzetek errefelé tele vannak különböző repedésekkel és hasadékokkal, melyek sokszor csatornaként vezetik meg a csapadékból és gleccserek olvadásából származó folyóvizeket, amik aztán idővel kanyonokká tágítják őket. A Kvitau folyó például, aminek bővíze Izland második legnagyobb gleccseréből, a Laugtjökull vizéből táplálkozik, egy szuper látványos vízeséssel lép be az egyik ilyen kanyonba. Bár Izlandnak ezen a részén még nem volt hó, a rettentő hidegben a vízesést kísérő pára és porlódó víz kifagyott mindenre, fehérbe borítva így a vízesés környékét. A vulkáni kőzetekben lévő törésrendszer nem csak a folyóvizeket, hanem a felszín alatti vizeket is befolyásolhatják. Sőt, a vulkáni aktivitásnak köszönhetően a meleg kőzetek akár forrásig is hevíthetik a repedésrendszerben jelenlévő vizet, ami végső soron gejzírkitörésekhez vezetett. A gejzírek viszonylag ritka képződmények a Földön, mert kialakulásukhoz több speciális feltétel együttes teljesülése szükséges, de Izlandon minden adott ehhez. A tavalyi dél-amerikai útunk során volt szerencsénk meglátogatni a Föld legmagasabban fekvő gejzírmezőjét, a mostani izlandi körútunkon viszont a Hauk-Katalur völgyben megnézhettük azt a gejzírmezőt is, ahonnan a világon először írták le a gejzíreket, és maga a gejzír elnevezés is származik. Most éppen a Strokkur gejzír vezeti az itteni legnagyobb gejzírek ranglistáját, ami néhány percenként tört ki kb. 30 méter magasságig.
De ezen kívül rengeteg kisebb gejzír és hévforrás is található itt, és egyenesen filmbeillő volt, ahogy a napsütés bevilágítja a folyamatos gőzfelhőket. A gejzíreket magunk mögött hagyva elérkeztünk a sziget déli partvidékére. Az itteni látványvilágot részben a vulkánok, részben pedig a tenger alakította ki a mai formájára. Már messziről látszottak a távolban a különböző fehér sapkás vulkáni kúpok, köztük a hírhet Eyjafjallajökull és a szomszédos Katla. Ezek a vulkánok még ma is rendkívül aktívak. Az Eyjafjallajökull 2010-ben például egy akkori kitörést produkált, hogy a légkörbe jutott por és hamu napokra megbénította a légiközlekedést Európában és Észak-Amerikában, Izland déli partvidékét pedig napokra teljes sötétségbe borította. Ma leginkább kisebb földrengésekből és a kőzetek átmeneti felmelegedéséből lehet tudni, hogy csendes, de most is folyamatos a vulkáni működés. Amikor így felmelegednek a kőzetek, meg is olvadhat a vulkánokat fedő hó és jég egy része, időszakosan még több vizet táplálva a környező folyókba és vízesésekbe. A két vulkán területéről lefolyó vizek táplálják például Skógafosszt is. Ez elképesztő módon 60 méteres magasságból zúdul alá a szinte függőleges tereplépcső tetejéről, ami a vulkánok alakította hegyvidéket és a teljesen sík tengerpartot határolja. Ez a tereplépcső jelzi, hogy pár ezer évvel ezelőtt még jóval magasabban volt a tengerszint, egészen pontosan a vulkánok déli oldalát verdesték a hullámok, a hegyekből leérkező folyók pedig vízesés nélkül közvetlenül a tengerbe torkolódtak. Ma már több száz lépcső megmászása szükséges ahhoz, ha a tenger szintjéről fel szeretne jutni az ember a vízesés tetejéhez, de a lépcsőzés jutalmául gyönyörű naplementében lehet innen része. Következő megállónk a Vík városa mellett található Reynisfjara partszakasz volt. Izland ikonikus fekete homokos partjai a fekete színű bazaltos és andezites összetételű vulkáni kőzetek aprózódásával keletkeztek, melyeket finom szemcsékre őrölt az állandó hullámzás. Ennek a partnak a különlegessége, hogy itt gyönyörű bazaltorgonás szirtek emelkednek a tengerpart felé, a háttérben pedig még mindig látható az a néhány bazaltorony, ami a mai napig sikeresen ellenállt a folyamatos hullámverés. Vík után egy óriási lávamezőn keresztül haladt tovább az utunk, amin órákba telt átkelnünk kocsival. Ez az úgynevezett Eldrün lávamező a maga 565 négyzetkilométeres kiterjedésével a világ legnagyobb lávamezője, ami a közeli Laki vulkán 1700-as évekbeli hatalmas kitörésekor keletkezett. Az egész lávamező jóformán lakatlan, egyrészt mert az átlagosan 12 méter vastagságú, rücskös, rögös lávakőzeten nehéz bármit is építeni, másrésztről viszont az izlandiakban máig megmaradt, hogy a Laki kitörése mekkora pusztítást okozott, és egy hasonló kitöréstől tartva senki nem szívesen költözne ide-vissza. A lávamező zöldes színét egyébként különböző mohafélék kölcsönzik az amúgy fekete színű lávakőzet. Ez a lávamező egy látványos lezárást adott az izlandi vulkánok világába tett rövid látogatásunknak. A következő videóban átlépünk az izlandi jégbirodalmába, ha ide is velünk tartanátok, iratkozzatok fel a csatornára!